Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten! Szent misével emlékeztek a Somogyvár és az ország életében oly fontos szerepet betöltő királyra, aki mind a hazafiság, mind az európaiság szimbóluma, hangzott el a somogyi település ünnepén. Szent Lászlóba a teljes európaiságban jelen, ugyanakkor az is tény, hogy Szent László egyszerre a kereszténységnek a szimbóluma és a magyarságnak. A kereszténységnek, hiszen Szent István után ő szilárdította meg a kereszténységet Magyarországon, és tette visszafordíthatatlanná. Tehát az, hogy a pogányság a történelem süllyesztőjébe került, az természetesen István királytól indult, de László király által fejeződött be. Semmény Zsolt miniszterelnök helyettes az embert próbáló hőségben zarándoklattal rótta le tiszteletét Szent László király előtt. Ennek végállomása a Kupavár volt, amely már a nemzeti emlékhelyek közé emelkedett. Ez jelzi azt, hogy az állam, a kormány és a parlament ezt fontosnak tartotta kiemelni, hiszen ezen a helyen olyan dolgok történtek, amelyek nem csak a somogyvári, nem csak a somogyi emberek, hanem az egész magyar nemzet számára jelentőséggel bírtak. Ez, ha lehet, akkor még több feladatot kíván tőlünk, nagyon komoly fejlesztési elképzeléseink vannak. Így várhatóan a feltárások is folytatódhatnak, tette hozzá Móring József Attila. Gelencsér Attila közgyűlési elnök ünnepi beszédében kiemelte, a 917 éve élt király pályafutásának ma is példaértékűnek kell lennie. Már a magyar állam kérdőjeleződött meg akkor, amikor átvette a hatalmat, az uralmat, és Európa egyik legerősebb államaként adta azt át, ahol az itt élők, a magyarok sokkal boldogabbak lehettek, mint azt megelőzően. Nekünk itt somogyiaknak ezt az üzenetet folyamatosan figyelnünk kell, követnünk kell, és erőt kell, hogy adjon, hiszen nagyon nehezek a mindennapok. Szent László erős kormányzással, sok és szigorú törvénnyel rendet, nyugalmat és biztonságot teremtett az országban, tette hozzá Gelencsér Attila a somogyvári ünnepségen.